Sziasztok! Pap Gergő villanyúr vagyok. Tudhatjátok, hogy rajongok az elektromos járművekért, ugyebár itt a csodálatos Renault Zoe, 100%-ig elektromos autó, oda lent meg töltődik a másik nagy kedvenc, az elektromos Café Racer, ez is full elektromos, ott egy kis fészerfalában töltöm. Ezúttal szeretném Tövülő hegyre bemutatni a már alaposan letesztelt, kipróbált Etvo nevezetű rollert, mert hogy rengeteg roller létezik ugyebár a piacon, a múlt héten jelent meg, hogy már Budapesten is elindították ezt a közösségi elektromos roller bérlést, ami egy fantasztikus dolog, én pár hónappal ezelőtt láttam külföldön, és már akkor tudtam, hogy abszolút mértékben ez a városi jövő, de előbb vagy utóbb mindenkinek szüksége lesz egy sajátra, ezt majd be fogjátok látni, mert vagy foglalt mindig, vagy már le van merülve, vagy pont ott nincs, ahol kéne. Egy szó mint száz, az elektromos roller egy fantasztikus dolog, de előbb vagy utóbb úgy is mindenki rájön, hogy legyen egy sajátja. Úgyhogy, mint látható, az első körben már mutatom, hogy ez egy fontos különlegesség, hogy ennek például le lehet hajtani a kis fogantyúját, könnyebben befér az autóba, és így össze lehet csukni. Nagyjából 11,5 kg, tehát nem túl könnyű, hiszen tele van aksikkal, de mégis azért egy használható jármű. Na, lemegyek, és Tövülő hegyre bemutatom a paramétereket, mert tudom, hogy a legtöbben erre kíváncsiak. Mekkora teljesítmény, hány kilométer, hogy néz ki, hogy töltöm, gyertek. Na tehát, íme. Összecsukott állapotban, csomagtartóból kivett állapotban, egy gomb kis sárvédő lenyomással felindítom, és kattanásig. Hopszli. Így néz ki maga a szerkezet. Ez a kis tatyi, ebben tárolom a töltőjét, hogy mindig velem legyen, mert azért nagyjából 30 km az a teljesítmény, vagy ez a távolság, amit meg tud tenni. És ez a gyönyörű bársonytok, ebben van a töltő, majd megmutatom, hogy hová kell dugni. Na de amíg mesélek, megmutatom, hogy lehet leállítani. Ahogy össze is zárom, itt a kis nyomással előre nyomom, hopsz, és így megcsücsültetem, egy picit megpihentetem. Egész csopperes ahhoz képest, hogy egy rollerről van szó. A terhelhetősége 125 kiló. Tehát én például még azért annyi nem vagyok, de a lényeg az, hogy egy felnőttnek is ez az a kategória, amit egy ilyen felnőtt, 90-100 kilós egyén is, én ma is a 84 vagyok, nyugodt szívvel használhat, tökéletes teleszkópokkal vagy rugózással van ellátva. A hatótávolsága úgy 40 km, ha csak egy 75 kilós ember hajtja, és 20 km/órás sebességgel megy. Mint az előbb is mondtam, 11,5 kg nagyjából, tehát 11,5 kg maga a súlya, a végsebessége pedig 36 km/h tud lenni. A hegymászási képesség, ezt majd meg fogom mutatni itt a dűlön, hogy milyen szépen viszi tulajdonképpen, meg dimben-dombon föl lehalad. Olyan nagyjából 20%-os lejtőben egész jó tempót tud diktálni. De hát azért nem egy terep járgányról van szó természetesen, csak ez például tudja azt is, mert azért rengeteg típus van a piacon, és nem mindegyik tudja ugyanazokat a dolgokat, ez pedig igen. Na most mesélek tovább, mert hogy van súgókártyám, azt mondja, a motor azt írják, kiemelkedően erős, 500 wattos, ez a kerékmotor, az akkumulátor lítium-ionos 10,5 amperórás és 36 voltos Samsung aksi hajtja. A töltési ideje 4 óra. Elől mágneses kerszfékek vannak, ez az egyébként, tehát itt majd be fogom kapcsolni, ezzel hajtom a járgányt, ezzel pedig fékezem, és tényleg nagyon finoman rásegít, semmi ilyen blokkolás vagy orraesés hangulata nincsen, hátul pedig itt mutatom, mechanikus, másodlagos fék, hát ez végső esetben. Extrák, első és hátsó világítás, féklámpa, duda, tempomat, sebességlimitálás, légkamrás defektmentes első kerék, tehát ez amit meséltem, de ez egy nagyon komoly szerkentyű, tehát ez aztán elnyűhetetlennek tűnik még ilyen terepviszonyok között is, tehát légkamrás defektmentes első kerék, és elől-hátul lengéscsillapítás, fényszenzor, teljesen gondozásmentes megoldás. Ezt adja tehát a gyártó, aki szeretné figyelmetekbe ajánlani, mert baromi segítőkészek, nagyon jó fejek, és hogyha a Futurerhez elmentek, megtaláljátok nyilvánvalóan a www.futurer.hu, állati segítőkész kiszolgálásban és hozzáállásban lesz részletek nektek is. Így a bekapcsolás, az itt történik, hamar feláll a rendszer, mutatja a töltöttséget, hogy 80%-on van jelen pillanatban, hogy eddig hány kilométert tettünk meg vele, 136 km, 28 fok van, és egyelőre a sebességet, illetve hogy fel van kapcsolva a lámpa, ez nagyon jól néz ki egyébként, mert itt tudom állítani, és elég praktikus tud lenni azért városi, illetve falusi közlekedésben egyaránt,
hogy ezt láthassuk. Ami nagyon fontos, hogy kikapcsolni egy pillanatra, mert a legfontosabb, hogy mi magunk tudjuk szabályozni a sebességet, hogy akár gyereknek, akár magunknak vesszük, hogy meddig húzza ki ugyebár, mennyit lehet elérni. Ezt úgy kell csinálni, hogy kikapcsolt állapotban. Itt lenyomom ez a bizonyos fékezés, itt bekapcsolom. Na, igen, és itt mutatja, most az ötösön van, tehát ez azt jelenti, hogy maximális 30 km per óráig hozza ki. De itt tudom váltogatni, ha L1, akkor nem tudom, bocsánat, nem akarok butaságot, mondjuk 10 km per óra, L2 15, L3 20, L4 25, L5 pedig 30 km per óra, és a szettel pedig véglegesítem neki. Most megint beadtam a maximumot. Ez a legfontosabb. Tehát ilyesmi huncutságokat tud, és amit az előbb ígértem, tehát ez a gyönyörűséges kis szűkülke hozzá, mi ebben tároljuk értelemszerűen, hogy erre van kitalálva a töltője, amit egyébként ide lentre kell bedugni, 220-ba értelemszerűen ez az a bizonyos csatlakozó, amit hozzáteszünk, hogy a bemenet, és egy 220-ba aztán gyönyörűen feltöltjük, nagyjából 4 óra alatt tölt fel úgy, hogy 30 kilométernyi távolságot gond nélkül megtegyünk. Úgyhogy, és akkor most mindjárt megmutatom, hogy extrém körülmények között hogyan viselkedik ez a bizonyos roller. Na, tehát ezt is magállíthatja egyébként az indulásba az ember, hogy azonnal kilőjön-e, hogy azért kelljen egy pici sebességre felgyorsulni, ilyenkor én arra állítottam, ez a biztonságosabb. Néhány löketet ad neki az ember, és már siklik is, mondom még egyszer, eléggé extrém körülmények között. A városban gondolhatjátok, hogy még babább a dolog. Kutyákkal nehezített terem! Uhú! Finoman a kerszel rásegítek a fékezésre. De ez egy elég komoly kis emelkedőről van szó, és nem a legsimább, tehát nem egy Hungaroring típusú aszfaltozás. Parádéssal be lehet barangolni a föld, és hát akkor képzelhetitek, hogy egy városban, ugyebár amire az alapvetően ki van találva a városi közlekedés, be a kocsival, ki a csomagtartóból, és városon belül már csak ezt használni, egyszerűen zseniális dolog. Elképesztő terheléssel, rugózással és erősségű akkumulátorral szerelve. Nagyon ajánlom tehát, aki komolyan hosszú távra gondolkodik ilyenben, és nem csak bérelni és saroktól sarokig akar ilyet használni, vágjon bele egy sajátba, nem fogja megbánni. Sziasztok, Bimasz úr voltam, pontosabban Pap Gergő villanyúr most már persze.